Következő vendégem, Veréb István. Mondjuk el, hogy te egy olyan fiatalember vagy, aki még alig 14 éves, de már is több százezer forintnak a tulajdonosa, birtokosa, amit hol vállal, gazdája. Köszönöm szépen, nem vagyok a szavak ember, ezt nézd el nekem. Jó. Szóval, hogy több százezer forintnak a gazdája, ugyebár, amit egyrészt legális, másrészt pedig illegális vállalkozásokkal szerzett. Kezdted mikor az ebbéli tevékenységedet? Hány éves korodban? Hát az üzletet vagy a... Az üzletet. Hát illetve az egészet, a pénzt. Mondjuk az egészet, az olyan 10 éves koromban, 11. Mit csináltál? Olyan nyulakkal foglalkoztam, és... Miért éppen nyulakkal? Hát nem volt pénzem másra, hát nyúl az a legolcsóbb, nem? Megvettem a kis nyulakat, az volt a legolcsóbb, 50 forint darabja, annyi pénzem volt, szóval akkor még tök csóró voltam. Azt megvettem a nyulakat, azt főneveltem, tehát először is fatalomtól kaptam egy nyulat most, vagyis eredeti apámtól, az igazitól. Nem? Kaptál egy nyulat? Igen, egy anyanyulat, ketreccel együtt, de az ajándékba. Tehát ez mindegy. Milyen alkalommal, már csak hogy a papáról is milyen meg tudjunk valamit. Milyen alkalommal? Elváltak. Elváltak. És ezért kaptál egy ajándékot? Nem, igen, azt rám hagyta, tehát. Aha. Igen, aztán. Ez a nyúl hasas volt és lefiat. Én meg kis nyulakat fölneveltem, mindig el akartam egyszer adni, azt rájöttem, hogy meg vannak már súlya, hogy le lehet adni. Leadtam őket, fölöttem 2000 forintot, nagy volt az öröm, mert még egy rakáson nem láttam annyit. És akkor aztán gondoltam, hogy ebből lehetne több nyulat is venni. Azt vettem több nyulat, aztán nyúlról átváltottam sertésre, disznóra, malacra, ki ahogy ismeri. Ezt fölneveltem, ezt leadtam, és aztán jött a jugóüzlet, a csempészet. A csempészet. Na mesélj erről a csempészetről, annak miben állt a lényege? Csempészetnek? Na itt magyar holmikat megvettük, kaját, mindent. Magyar mit? Kajákat. Kaját. Szóval szalámit, konzerv, ami sikerült éppen. Kivittük a határon, ha vámos kiengedett, tehát mikor, hogy sikerült. Szóval eleinte még könnyű volt, az végén már szívattak egy kicsit, de ki lehetett bírni. Kimentük a piacra, eladtuk a kaját, dináré. Voltak kupecok a piacon, akik járkáltak, már köteg márkákkal, és azt adták el a magyaroknak, mert a magyar mit csinálja a dinára, márkával tud mit csinálni. És eladta neki a márkát dináré. Ő meg aztán, amikor meg volt a kötek dinár, ment be a bankba, és vette föl megint. Szóval a jugóknak annak nem úgy, mint nekünk, hogy valuta keret 100 márka egy évente, meg minden, hanem az kivett, amennyit akart. Na persze, ők jobban is álltak hosszú éveken keresztül. Ezt eleinte márkát vettünk, aztán bejárkáltunk, szóval megláttuk, hogy valaki elkezdő volna a konyakot, most nem elkezdő, hanem már vették el tőle. A konyakot? Igen. Tehát azon még nagyobb üzlet volt, hogyha nem márkára váltottad át, hanem konyakot vettél? Így valahogy. Mert? Mert a, mondjuk, kivittem egy fokhagymásodat, most nem fokhagymásodat, nem fokhagymásodat mondok. Várjunk, valami okosat mondok. Ja, kivittem gyulai kolbász, lókolbász, az a legegyszerűbb. Kivittem egy kilót megvettem 200 forinté. Itthon. Számoljátok, itthon 200 forinté. Egy kilóba volt 4 pár. Én egy párat eladtam 30 dináré, a 4 pár akkor 120 dinár. És a dinárnak egy dinár volt 7 forint, akkor számoltuk, az 840 forint. Én meg 200-en megvettem. Szóval meg volt a bót, aztán jött oda a márkás csáv, hogy vegyük a márkát, én meg beintettem neki, hogy én konyakot azok kisfiam. Ez kész. Mi volt az a legnagyobb mennyiség? Tehát hány liter konyakot hoztál? Én? Uh-huh. Én eleinte úgy csináltam, hogy a 20-30 liter közül hoztam, aztán meg mondtam havernak, buliknak, tehát az országos haverom, az volt a sofőröm. Megadtam neki a havifizetését. Volt sofőröd is? Igen. Tehát adtam neki 15 ezer forintot havonta, hogy röggel kimentünk mondjuk suli előtt, aztán egész nap pókározott, aztán este is kimentünk, valamikor kisebb mentünk, amikor hogy. Ezért 15 ezer forintot igen. Kapott a sofőr. Azt megmondtam neki, hogy most már ne bénázunk ebből, nem élünk, meg gyasszunk be 60 litert. Azt 60 literesével voltunk, meg 50, mikor hogy. Volt, amikor 50-60 liter, de hát ez már valószínűleg a vám öröket is le kellett pénzelni, nem? Mert hát nem szemet bírt, hunytak, nem vették. Nem bírtuk. Megpróbáltuk, de nem bírtuk. Tudtuk a váltásokat, megkérdeztük a kiskatonától, mikor van váltás, mondta, hogy röggel 6-kor jönnek a vámosok, aztán este 6-kor váltják le. Tehát röggel 6 előtt is kimentünk, 6 után is, meg este 6 után is. Háromszor kimentünk. A másik határon meg még háromszor. Iskolára azért volt időd? Nem, hát iskolában is általában léptem mindig. Mentem át a dokihoz, hogy majd meg vagyok halva, az kész. Kiírat. Kiírt, az kész. Te Pisti! De azért ugye azt tudod, hogyha mindez 14 éves korod után
csinálod, akkor ezzel már belefutsz a büntetőjog karmaiba. Hát én nem futottam volna bele, mert a 14 év után csinálok, nem is jövök ide be. Ja, már hogy ebbe a műsorba is nem mondod igen, el. Igen, igen. Hát én rólam csak ott a haverok tudták, ott a rendőrség nem tud róla. Ha már itt tartunk, ugye az első televíziós megszólalásod alkalmával, amikor megkérdeztem, hogy körülbelül mennyi a imígyen szerzett összvagyonod értéke, azt mondtad, hogy 600 ezer forint. De úgy hallom, hogy ez nem igaz, ennél jóval hát több. Az igazság, hogy 600 ezer forintom lenne, azért én nem ülnék itt be, nem égetném valamit apró pénzükkel. Olyan úgy, értéket összeállom, hogy 2 milliónak azért lenni kéne, hát nem tudom. 2 millió körül? Ezt nem ártana. Hát annyi biztos van. Úgy akkor miért nem mondtad ezt meg az első felvétel alkalmával? Szóval hát én nem akartam lebukni. Póker arcot bevágtam, azt gondoltam, hogy majd lesz valami. Hát most mondtam, hogy 2 millió, az másnap jön a végrehajtó, meg főügyész, meg minden, azt visznek, foglalnak, mert én akkor nem esett volna nekem, jó? Szóval... Így meg, ha jönnek, legfeljebb 600 ezeret hát visznek, ugye? Annyit úgy sem bírtak volna elvinni. Akkor megmondtam, hogy hülye vagyok egy kicsit, az kész. Ezt össze-vissza beszéltem. Igaz-e az, hogy mióta a tévében lement a rólad szóló film, azóta nagyon sokan megkerestek, mégpedig, hogy mesélj, vagy mondd el nekik, hogy mi mostanában az üzlet. Magyarán, hogy te nyitottál kvázi egy ilyen irodát, nem, amire ötleteket adsz. Inkább ilyen osztálytársak kérdezik meg ott a suliba bent, hogy mind beőrült, hogy én csak hallottam, hogy mindenki nyúlászkodik, mondom, ezek nem normálisak. Mindenki nyúlászkodott. Azóta? Minden haverom mondja, hogy tudok egy nyúlketrecet eladót, mondom, minek az? Azt mondja, nyúlnak. Jaj, mondom, kisfiam, egy kicsit későn jöttél rá, hogy el kéne kezdeni. Ma már ez nem üzlet? Mi ma az üzlet, ha már itt tartunk? Nem, üzlet. Egy üzlet a nyúl, csak az, hogy bejön egy fertőzés, akkor lehet elásni mindet, szóval az nem jó. Mi az üzlet manapság? Most én bikával foglalkozok, szarvasmarhával, nekem az üzlet. Te arra esküszöl? Mennyit lehet keresni egy bikán, ha neveled x hónapig vagy évig? Hát most én nem sok keresni, ez ilyen hobbi. Na jó. Akkor átmondjuk, néznek szépen engem, jön a gazdájuk, imádnak, én is szeretem őket, szóval a bikák, szóval ilyen hobbi. Pénz is van rajta, mondjuk annyit, hogy egy év alatt mögnől 10 000 van egy, az semmi szinte, de mondjuk 15 darab van, az 150 ezer. Tehát 150 ezer is, meg a hobbi is, meg van, meg lehet velük hülyösködni. És te látod el teljes egészében, tehát hajnalban kelsz azért, hogy iskola előtt megetesd őket? Hát kénytelen vagyok, kilássa amúgy. És ugyanezt megcsinálod este egyet, hányszor kell ellátni egy bikát? 2-szer, reggel este. Uh-huh. Te is nem félő, hogy ez a kicsapongó természetet, hadd nevezzem ilyen finoman, oda fog vezetni, ugye te Szeged környékén élsz, és ott, ahogy hallom, igencsak divatos, egyre inkább mind a fegyver, mind pedig a kábítószer kereskedelem. Az igazság, hogy a kábítószerbe, abban megvan az üzlet, de ha sítre vágnak, akkor még a műanyaglakat is rám rohad, szóval ez nem üzlet nekem így. Mit mondasz? A műanyaglakat is rám rohad, lecsuknak 15 évre, életfogytiglan. Egyébként kaptál a múltkori film után egy levelet, illetve én kaptam. 4000-et. 4000-re? Annyi ment hozzád? Hát hozzám azért kevesebb, de végül is. Azt mondja a levél. Kedves Friderikusz úr, a tegnapi Én mozimban nagy-nagy örömmel láttam ezt a Pisti fiút. Kérem szépen, ez a gyerek egy valóságos gazdasági zseni. Higgy el, ha ő Amerikába születik, Rockefellerré válik, az biztos. De vajon mi lesz belőle ebben a nagy reményű, sok ígérettel teli, annál kiábrándítóbb magyar valóságban? Persze én tudom, hol lenne már is a fiatalember helye, esküszöm magának, a holnaptól ez a fiú lenne, na most figyelj, a pénzügyminiszter, Kupa Mihály pedig belátná a tévedéseinek sorozatát, és önkritikusan átadná a helyét Veréb Istvánnak, nyugodt lennék és biztos a magyar jövőben. Ezt így gondoltam én is. Így gondoltam?